Mai témáink. Az 5 éves alaptörvény ellen tüntetett a DK Budai Várban. Gyurcsány Ferenc szerint meghalt a köztársaság, emelkedik a korrupció, a nyomor és a kivándorlók száma. A DK elnöke kijelentette, ebből azonban elege van az embereknek. Gyurcsány Ferenccel beszélgetünk. Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Az alaptörvényről szólt, hát nem teljes egészében, inkább azt mondom, hogy onnan indultak ki az országgyűlésben a képviselők, mert hogy 5 éves az alaptörvény, emlékeznek rá, volt annak asztala is, aztán a diákok megkapták kinyomtatott formában, aztán lett belőle botrány, hogy nagyon sokan feldobták a vaterára és eladták. Szóval, hogy sokat beszéltünk már nem csak a tartalmáról, mert egyébként arról is, hanem a... hát az körülvevő különböző népszerűsítési kampányokról is, hogy vajon volt-e értelme, ettől lesz-e igazán az alaptörvény a miénk. Na, ma megemlékeztünk az 5 éves évfordulójáról, az egészen biztos. A DK viszont a köztársaságot és az alaptörvényt nem ünnepelni, hanem gyászolni ment ma a várba. Láthatták itt az ATV-n egyébként a közvetítést, és Gyurcsány Ferenc a vendégem. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok. Az, hogy gyászoljuk most pontosan itt a köztársaságot, az egykori alkotmányt, vagy micsodát? Hát leginkább persze önmagunkat kell, hogy gyászoljuk a magunk életét és sorsát, ami tönkre megy. Ez egy alaptörvény gondolat és politikai mechanizmus világában. 5 évvel ezelőtt a Demokratikus Koalíció szervezte nagy elánnal, hogy bojkottáljuk ezt a alkotmányozási folyamatot. Lássa országvilág, hogy ez egy párti. Ugye ez egy olyan dolog, hogyha van egy barátság, vagy egy házasság, hogyha az jól működik, akkor bizonyos dolgokban egyetértenek a felek. Az alaptörvény ugyanerről szól, őszintén szól, hogy 10 millió ember egy pár dologban egyetért. Ha csak egy valaki diktálja a szabályokat, az a barátság, az a házasság, az az ország, ugyan még egy darabig működhet, csak sokan nem érzik jól benne magukat. Hát ez itt a probléma. Bocsánat, de meg is kapták azóta nagyon-nagyon sokszor, hogy milyen jogon mondják azt, hogy ez egy egypárti alkotmány, vagy egypárti alaptörvény, hiszen önök vonultak ki az alkotmányozási folyamatból, önök választották azt az utat, hogy ebben nem kívánnak részt venni, és akkor onnantól kezdve meg egypárti jelzővel illetik az alaptörvényt. Persze, szóval... ahhoz, hogy ez az alaptörvény sokunk közös egyességén alapuljon, nagyon sok feltétele kellett volna, hogy teljesüljön, egy sem teljesült. Időt kell hagyni, hogy a leglényegesebb dolgokat parlamenten belül, parlamenten kívül, szakmával, civilvel megbeszéljék. Tehát azt tudtuk, hogy egy fideszes parlamenti képviselő, a Fidesz Európa Parlamenti frakciának a vezetője, Szájer József, Brüsszel és Budapest között a laptopjába beleírta. iPad-be, mert ennél is, mert ő egy modern fiú, ezek szerint. De egyébként van jelentősége, aki iPad-en írt, és mindenféle hozzácsatolt klaviatúra nélkül, mert lehet az is, azért nagyon nehéz azon egy egész alaptörvényt megírni ám. Tehát szerintem ez egy nehéz munka volt. És nekünk sokkal nehezebb ezt elviselni, mint önnek. Tehát nem akartunk pityke lenni a mellényen, vagy hogyan mondják ezt, vagy rojt a kalap szélén, hogy azt lehessen mondani, hogy részt vettünk benne. Nem szabad úgy csinálni Magyarországon senkinek sem, amivel eltagadjuk ezt a hatalmas hazugságot. Szerintem egyébként, mert ez a hazugság az egy fontos szó sok politikus életében, engem magamat is nagyon sokszor hoznak összefüggésbe ezzel a kifejezéssel. Ez a rendszerváltás legnagyobb hazugsága. Úgy átírni az ország alaptörvényét, hogy... abban nem vagyunk benne. Minden. Úgy nem szabad. És hogyha már akkor bojkottáltunk, akkor most a 5. éves évfordulón azt mondtuk, hogy oda megyünk és megmutatjuk, hogy nekünk ez egy gyászos pillanat, és minden erőnkkel azon vagyunk, hogy ez meg is változzon. Mi voltunk azok a képviselők, akik annak idején úgy tettük le a parlamenti esküt, hogy állva maradtunk és folytattuk az esküt, hogy minden erőnkkel azon leszünk, hogy megváltoztassuk ezt a dolgot. De a mai 5. évforduló az, és a tüntetés ez igazából egy apropó volt, hiszen még most is viseli azt a kitűzőt, amit Sándor Máriától kapott. Tehát az alaptörvényből kiindulva volt egészségügy, volt jegybank, jegybankelnök. A jegybankelnökét ön bűnözőnek nevezte? Igen, igen. Nagyon nehéz elmondani, még a hozzám közel állóknak is sokszor, hogy az, hogy ilyen az alaptörvény, ebből következik, hogy
természetesnek tekintik, hogy át lehet alakítani úgy az oktatást, hogy nem beszélnek a tanárokkal, nem beszélnek a szülők szervezetével. Hogy természetesnek tekintik, hogy csak akkor veszik komolyan mondjuk az egészségügy problémáját, mikor már nagyon ég a ház, mert azt gondolják, hogy van erejük és joguk és felhatalmazásuk nem foglalkozni valóságosan az ügyekkel. Az meg, hogy ma bizonyos értelemben áttörés volt a DK tüntetésén, az egy nagyon sokat ígérő dolog. Sándor Mária személyét illetően? Előttem hatan beszéltek a színpadon. Ön is sokszor megbeszélte ezt szakértőkkel, hogy van egy ilyen óvatos távolságtartás pártpolitikusok és civilek között. Ma ott volt állami jogász, volt ott diák, volt ott tanár, ott voltak ugye Sándor Máriáik, voltak mások. Végre senki nem húzogatta a száját, és én sem kelletlenkedtem, amikor odalépett a Mária, és azt mondta, hogy arra kér, hogy én hordjam akkor ezt a kitűzőt ma. Megtisztelem, hogy akkor hordom még ma ezt a kitűzőt. Sokat ígérhet, hogyha az Orbán világával elégedetlen sokaság végre egymásra talál, és nem a régi sérelmeiket fogják majd átolgatni. Egymásra fog találni? Nem rosszak a jelek. Ugye már a Tanítanék mozgalom a nagy Kossuth-téri tüntetésen, a Pugli-féle nagy megmozduláskor is, ugyan nem vittek a pártok zászlókat, de örömmel üdvözölték, hogy pártpolitikusok, ezek azok megjelentek, és sokan ott voltak. Muszáj azt hiszem elfogadnunk, hogy pokoli jól érzékenyen jeleznek a civilek, hogy hol a baj, ebben ők sokszor pontosabbak, mint mi, de hát ők élnek ott. Hát nyilván jobban látják, hogy bajban van az iskola, bajban van az egészségügy. De nekünk meg az a dolgunk, hogy képviseljük a törvényhozásban az akaratuknak legalább azt a részt, mert egyetértünk. Ez a közoktatásban lényegében nagyon könnyű, mert ott, amit ők akarnak, az nagyjából az, amit a DK is akar. Egészségügyben sokkal-sokkal bonyolultabb a probléma. Sokkal. Az sem csak pénzkérdés. Jegybank elnök. Bocsánat. Hát nézze, a színpadon állt egy volt kollégám, Császi Zsolt. A nevekkel úgy látom, most már örökre bajba leszek. Császi Zsolt. Zsoltot és sok-sok volt kollégámat ennek a tizedéért, amit most az MNB-ben látunk, hurcolnak meg és próbálnak börtönbe juttatni, és voltak ide is marasztaltak. Itt 100 milliárdok mennek el kézen közön barátoknak, ismerősöknek, politikai haveroknak és családtagoknak. Hogy a csodába történhet ez meg Magyarországon? Tényleg? És hogy nem szakad rájuk az ég, mondom képletesen, mentik a menthetetlent és beszélnek ők következmény nélküli országról. Azt mondtam ebben a beszédnek egy másik pontján, és azt komolyan hiszem, hogy az én házam előtt sokszor tüntettek. Engem ennek a tizedéért lámpavasra hoztak volna. A magyar egészségügyben, múltkor végigbeszéltük, mennyi probléma van a WC papírtól a gyógyszerig. Itt meg elköltenek 250-260 milliárd forintot. A magyar oktatás ügyben a pedagógiai asszisztensek épp olyan rosszul keresnek, mint a nővérek. Jó, ha hazavisznek 80-90 ezer forintot. Ők egy konferenciára, majd beszélni fognak róla, hallom, egy konferenciára eltöltenek 14-15 millió forintokat. Hát megáll az embernek az esze. Szóval jó érzésű ember ezt nem teszi meg. Ez a hűtlen kezelés teljesen nyilvánvaló gyanúja. És azt gondolom, hogy ki kell mondani, uraim, önök bűnöznek. Ellopják most már nem csak képletesen is a köztársaságot, hanem visznek mindent, ami kezük ügyében van. De egyrészt ugye a magyarázat az volt, hogy az alapítványok által kezelt, nekik juttatott pénz nagy része megvan állampapírban. Az pedig, hogy Tálai András fogalmazott, hogy a Magyar Nemzeti Bank által létrehozott vagyon, vagy megteremtett vagyon, az a magyar nemzeti vagyonnak a része. Tehát, hogy nem vált magánpénzé a közpénz, bár ez mondjuk az Alkotmánybíróságon múlott, nem annyira a az 500 millió forint, amit odaadtak az egyik internetes portál tulajdonosának, aki történetesen szoros rokoni kapcsolatban van a jegybank elnökével, az a pénz megvan, vagy magánvagyon lett belőle? Ha jól értem, magánvagyon lett belőle. Hát 500 millió forint. Erre meg az volt a magyarázat, hogy olyan témákat dolgoztak fel, amely témákat más médiumok nem, és a Magyar Nemzeti Banknak vannak ilyen küldetései, tévéműsorok, internetes portálok, könyvek, nem tudom mik, tehát hogy nem is tudom, tehát hogy mint hogy azt karolná fel a Magyar Nemzeti Bank, amit más nem.
ennek nyomát nem látjuk, és mégiscsak azt kell mondjam, hogy Magyarországon mindenki, aki vesz egy kiló kenyeret, a kenyér árának körülbelül ötöde az általános forgalmi adóként bemegy az államkasszába. Ez mindegyikünknek a pénze. Ez a rengeteg pénz onnan van, hogy a devizakárosultak devizakötelezettségének átváltásával, azaz az ő kárukra ott keletkezett ez a vagyon. Egészen idáig. Tehát kaphatták volna olcsóbban a devizát, a deviza hiteleset. Így van, nem 18 millió forintokkal tartoznának, mint egyik ismerősöm ma, miután éveken keresztül törlesztett, és egykoron 10 millió forintot vett fel. Ők, az ő helyzetüket könnyíthettük volna meg például ezzel a dologgal, de ha mindenképpen az történik, hogy ott ez a pénz kicsapódik, 260 milliárd forintból ma meg lehetne duplázni az egészségügyben dolgozók bérét, csak nem. Egyszeri alkalom, tudom én ezt. Ilyet nem lehet tenni. Ez a mi pénzünk, kérem szépen, és hogyha a jegybank úgy dönt, és ezzel a kormány egyetért, a jegybanki törvény erre engedélyt ad, hogy költheti az ő nyereségét, én ezzel nem értek egyet, ezt be kéne vonni a költségvetésbe, akkor átlátható, ellenőrizhető módon. Ennél kevesebb pénzért, ha egy polgármester vesz egy széket vidéken, ha azt nem közbeszerzéssel veszi meg, akkor rácsapnak a kezére, és az ÁSZ megállapítja a kötelezettségszegést. Itt, annélkül, hogy bárki tudott volna erről bármit is, osztogattak milliókat, milliárdokat, miért nem akarták, hogy kiderüljön? Miért tett iszonyatos erőfeszítést a jegybank elnök személyesen elment a miniszterelnökhöz, tudjuk, hogy valamilyen módon érjék el, hogy ne legyen nyilvános ezeknek az alapítványoknak a beszámolója. Tehát ez mindig csak időkérdése. Tehát én itt felszoktam vetni estéről estére, amikor különböző adatigénylésekkel lepattannak akár politikusok, akár újságírók valamelyik állami szervről, vagy le vagy minisztériumról. Tehát lehet ezt csinálni, élnek is vele, aztán egy idő után úgy is, tehát hogy ezt nem lehet megerőszakolni, hogy ez elveszítette közpénz jellegét, ez most piaci viszonyok, és nem tudom mi miatt nem nyilvános, ami közpénz, ahhoz bizony nekünk mindannyiunknak közünk van. De ez csak időhúzás, tehát hogy most lehet, hogy januárban nem derül ki, de következő év márciusára már tudni fogjuk. Akkor ezzel mit lehet nyerni? Szerintem a blama még nagyobb, hogy ja, hát ezért titkolták, nem? Tehát még egy plusz egy ilyen érzést is ad az embernek. Nyilván azt gondolják, hogy aki időt nyer, az életet nyer. Végtelen módon felbátorodtak. Szóval amit látunk itt egymás után, földügyekről nem beszél, vagy hogyan gazdagszik egy szűk belső kör. Most itt ezt, azt mutatja, hogy elmúlt a veszélyérzetük. Azt gondolják, hogy Polt Péterrel a hátuk mögött, a közvádlóval a hátuk mögött, aki ugye egykoron mégiscsak a Fideszhez tartozott, bármit megúszhatnak, hiszen valóban ez egy kvázi katonai módon működő szervezet az ügyészség abban az értelemben. Ha azt mondja a legfőbb ügyész, hogy az ő valamelyik szakmai helyettese, hogy ebben nem indítunk eljárást, akkor nem indítanak eljárást. Aztán majd, mikor esetleg ma jó néhány év múlva, remélem, hogy sokkal hamarabb jövünk, hogy elévül-e valami, meg lesznek-e a papírok, elönti majd az ő pincéjüket is valamilyen csőtörés, mint a Fidesz valamelyik ifjúsági szervezete nem tud most elszámolni elképesztő sok pénzzel, mert hát hogy nem elásztak a papírok. Nekünk az a dolgunk, és most nem Gyurcsány Ferenc a DK elnökeként mondom, hanem magyar állampolgárként, hogy legalább háborodjunk fel. Azok az emberek, akik bennünket néznek, nagyon sokan élnek pár tíz vagy pár százezer forintból se. Legalább felháborodni azért az nagyon kevés, nem? A felháborodás a későbbi cselekvésnek az előszobája. Miközben ezzel a kormánnyal legalább az emberek 60%-a nem ért egyet, azt mondja, hogy nem jó irányba mennek a dolgok, azért lassan bomlik a hallgatásnak a szövege. Van bennünk egyfajta beletörődés. Bennünket politikusokat... Szövege? Szövete? Szövete. Sokszor korholnak bennünket, hogy lehetnénk bátrabbak, aktívabbak, ügyesebbek, de az az igazság, hogy mi abból tudunk politikai cselekvést formálni, amilyen mozgások mögöttünk vannak. Ha arra érzékenyen reagál az ország valamire, akkor abból lesz erős politika. Ha nem, hanem legyintenek, azt mondják, az egyik kutya a másik ebb. Ha csak megvonják a vállukat, akkor pokoli nehéz, mert én tarthatok még három tüntetést. Úgy látom, hogy a DK-ban van egy ilyen erős mozgalmi karakter, hívószóra kijönnek ők, de azt is pontosan tudom, hogy mondjam, ettől azért nagyon megijedni nem fog a miniszterelnök. A parlamenti eszközeink pedig egy ilyen alkotmány keretei között hát végtelenül korlátozottak.
Viszont a mai tüntetés helyszíne is szimbolikus jellegű volt, vagy üzenete volt, hiszen a vár egy része átépül, és amikor önök a mai tüntetést meghirdették, akkor volt arról szó, vagy arról is szó volt, hogy igazából amit a várra költenek, na hát annak azért nem jó körtét almával összehasonlítani, ezt én teszem hozzá, minden esetre az nehezen védhető az a kritika, hogy hát azért lenne Magyarországon mire és másra költeni a pénzt. Ezért volt a várban a tüntetés? Részint a köztársasági elnök palotája, Sándor palota előtt kívántuk ezt megtenni, másrészt hát ugye ezekben a napokban ráz meg nagyon sok tisztességes embert az a hír, hogy a világörökség részeként elfogadott és működő volt karmelita kolostort, a várszínház épületét megbontja a miniszterelnök, mert úgy gondolja, neki ezt is lehet, ugye engedély nélkül. Nem lehet. Arra kell törekedni, hogy a miniszterelnök a mai oda ne tudjon beköltözni. Hiába építetett magának erkélyt, abban már ne sok örömét lejje. Azt kell mondanom a választóknak, meg tudjátok ti ezt oldani. Legkésőbb 18-ban kisebbségbe kell őket szorítani. Azt, hogy mi lesz annak az épületnek a sorsa, nem tudom, de az sincs ám rendben, hogy először megcsináltatja magának a Sándor palotát, elveszíti a választásokat, jön egy új miniszterelnök, Mengyesi Péter, nem költözik oda be. Most megépíteti magának a karmelita kolostort, remélem, hogy elveszíti a választásokat, jönni fog remélem egy demokrata miniszterelnök, az se költözik be. És mi fog történni? Még abban sem tudom Magyarországon megállapodni, hogy hol legyen a magyar miniszterelnöknek a székhelye. Miért nem érti? Nem magának építi. Nem az ő jobboldali szimbolikáját kell kiszolgálnia. Ha valamiben például meg kéne állapod az ellenérdekű feleknek, hol legyen a magyar kormányzati igazgatásnak a központja? Ahol jól érzi magát egy baloldali, egy szabadelvű, egy jobboldali miniszterelnök is. Miért kell diktálni? Miért gondolja azt, hogy ezzel a fajta kultúrával lehet egy olyan országot teremteni, amelyben mindenki jól érzi magát, az is, aki éppen kisebbségben van. Ő is lesz még kisebbségben. Azt akarja, hogy ugyanezt kapja vissza, hogy nem akarom. Nem akarom. Nem akarom, hogy a vesztes fél pár évre mindig úgy gondolja, hogy nem az ő országa. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen neked.